A maka vagy perui zsázsa. Ezt a növényt kizárólag az Andok 4-5000 méter magas hegyeiben termesztik. A közép-amerikai indiánok 2000 éve fogyasztják, és igen hasznos tulajdonságai miatt nagy becsben tartják. A különböző színű makagumóknak más és más hatást tulajdonítanak. Peruban az aranyló színű a legelterjedtebb és leginkább kedvelt, lágy és édes íze, valamint mérete miatt. Főbb hatásai a következők. Elsősorban kiváló élelmiszer. Afrodiziákum segít a menopauza kellemetlen tüneteinek enyhítésében. Egyes kutatások szerint fokozza a spermaszámot és a spermák életképességét. A legtöbb forrás adaptogén növényként tartja számon. A maka az összes ismert vitamint tartalmazza. A DXN kávéi közül kettőben is van maka kivonat. A maka EUKV csak ezt tartalmazza, ganodermát nem, a maka vita kávé pedig a makán kívül még másik 8 gyógynövényt is. Ez a kávé tartalmazza a legkevesebb koffeint, mégis ez élénkít a legjobban.